Lázár története a Bibliában, Lukács evangéliumában, egyébként az evangéliumok közül egyedül ott ennek a kérdésnek a határait kerülgeti, sajnálat és lesajnálás. A gazdag részéről a lesajnálás is luxus a mai világban, mert inkább megvetés éri itt nálunk a szegényeket, mint ha bűnözők lennének, akiket büntetni kell, vagy kényszermunkával arra kényszeríteni, hogy a gazdagoktól levetett holmikat és tőlük dobott morzsákat nehogy véletlenül ingyen kapják meg. Pogány szemlélet ez, és teljesen biblia ellenes dolog. A Lázár történetében külön érdekesség, hogy a gazdag egy nóném. Nyilván a maga korában köztiszteletnek és irigylésre méltó helyzete miatt bámulatnak örvendő személy volt, de kiderül, hogy az Isten szemében ő egy senki. Nincs neve, egy gazdag. Miközben Lázár neve beszédes, az Eleázár szóból származik a név. Az Eleázár azt jelenti, hogy Isten megsegít. Na most az él Isten toldalék vagy elő tag nélkül, ez segítséget jelent, de a szónak abban az értelmében is, hogy segítség. Tehát nincs segítség. Vagy a kérdés, hogy ime itt vagyok, magam testesítem meg azt a problémát, amire minden erkölcsös embernek valamilyen módon reagálnia kell. Most a Biblia számtalan kérdést nem magyaráz meg, az Isten létét sem, de azt sem, hogy miért van szegénység. És azt is gondolom, hogy vannak kérdések, amik nem szorulnak magyarázatra, szólnak abban az értelmében inkább, hogy nem lehet őket megmagyarázni. Tehát csak sután tudunk valamit mondani, ami esetleg további ingerült ellenvetéseket vált ki. Tehát miért vannak szegények? Egyszerű dolog lenne azt válaszolni, hogy azért, mert vannak erőszakosabb, ügyesebb személyek, akik a javaknak egy lényegesen nagyobb részét kerítik be, és sajátítják ki, és nem engedik, hogy a többiek hozzáférjenek. Most ez egy magyarázat arra, hogy miért van ez így, de hogy ez miért igazságos, vagy miért nem lehet az igazságszolgáltatás eszközeivel ebben rendet teremteni. Ezt a közgazdászok is tudják, hogyha ezt a versenyt kiiktatjuk, és nem engedjük meg, hogy valaki megpróbáljon mindenki elébe vágni, akkor nem mozog a gazdaság. Most úgy lenne jó, hogy mozog a gazdaság, de aki nagyobb területet tart a maga befolyása alatt, az ne feledkezzék meg a többiekről, akik áldozata az ő gazdagsága, hiszen azok kénytelenek lemondani sokszor elemi javakról is azért, hogy a többiek zágulhassanak előre a gazdasági fejlődésben. Normális az volna, hogyha ezek a gazdagabbak rájönnének, hogy a szerencséjük nem az önzésre, hanem a felelősségvállalásra kötelezi őket, és juttassanak az elosztás során azoknak, akiknek az a fáradtságos munka jutott, hogy ők szegények. Mert szegénynek lenni nagyon fáradtságos dolog. Tehát ha valaki életének a jelentős részét arra kell, hogy fordítsa, hogy élelmet gyűjtsön, tüzelőt gyűjtsön és ruhát maga számára, és azon emésztődjék, hogy hogy fog egyéb költségeket, számlákat kiegyenlíteni, akkor ennél fárasztóbb dolog nincs, vagy az ember lát koldusokat, akik hidegben is ott érdelnek egy darab papíron kint az utcán. Nagyon fárasztó munka, vagy ülnek a földön, és ennek a lelki terhe nem különben nehéz, hiszen nagyon súlyosan megalázott helyzet, lenéznek rájuk az emberek, vagy lenézik őket. És ebben a bibliai történetben Lázár, aki nem Eleázár, csak Lázár, ezt éli át, az ő egész sorsa, az, hogy jelen van ebben a
millióban, ebben a közösségben, ahol jól láthatóan egy olyan ponton van, ahol egyébként rajta kívül mindenki gazdag, illetve vele egy sorban a kutyák vannak. Ha van ennek a példabeszédnek itt Lukács evangélium a 16. részében ilyen vérforraló üzenete, hiszen a Biblia provokáció, tehát a Biblia bennünket akar arra kényszeríteni, hogy bizonyos kérdéseket nagyon radikálisan és nagyon egyértelműen gondoljunk végig, ne hímeljünk, ámoljunk a dologgal kapcsolatban, akkor itt nagyon is kézenfekvő a kutyáknak a megjelenése. Egy középáras, fogyasztható dobozos kutyatáp körülbelül 300 forintba kerül, az ennél jobbak azok 600 forintba. Ezt egy kutya, egy közepes testméretű kutya egy étkezésre fogyasztja, ebből legalább naponta kétszer kell fogyasztania, és nem jut ennyi egy szegény embernek egy napi étkezésre. A közétkeztetésből tudjuk, hogy olyan 500 forintból kell megoldani egy embernek a napi táplálását, tehát a kutyákkal egy szinten, vagy náluk egy kicsit rosszabb helyzetben van Lázár ebben a történetben. A verseny sem győzi, mert beteg és sebek borítják a testét. Valószínűleg nem a verésektől, hanem mindenféle belső problémái lehetnek, fertőzésnek van kitéve, és a szolidaritás maximuma az, hogy a kutyák nyalogatják a sebeit. Azt sem tudjuk, hogy ez Lázárnak jó-e, vagy éppen arról van szó, hogy még tőlük sincs nyugta. De a gazdagot pedig a maga sivár életében, mert azt is valljuk be, hogy aki nem tesz erőfeszítéseket azért, hogy valamit elérjen, csak élvezi a javakat, annak az élete unalmas is. Ugyanúgy fölöslegesnek érzi, mint amennyire Lázár fölöslegesnek érzi az életét. Az egyetlen szórakozás ennek a gazdagnak, hogy mulat ezen a méltatlan harcon, amit Lázár és a kutyák az ő asztaláról lehajgált maradékok fölött folytatnak. Na most a történetnek az a végkifutása, hogy áthelyeződik a szintér a halál utáni világba is a földön lévőknek szóló tanítás, hiszen nem tudunk igazán semmi különöset arról, hogy mi történik a halál után. Van, akik egész bizonyossággal állítják, hogy semmi nem történik, mások azt mondják, hogy nem tudjuk igazán pontosan, hogy mi történik ott, de Jézus itt ebben a tanító beszédben azt mondja, hogy van egy végső kiegyenlítés, ami nem arra szolgál, hogy megnyugodjunk, hogy akkor majd elnyeri Lázár a maga jutalmát, és a gazdag is a maga büntetését, mert nem az a bűn, hogy gazdag, hanem az, hogy érzéketlen. Az a bűne, hogy hagyja veszni embertársát, és nem hajlandó átérezni a felelősségét. Kettejük különbsége abban is megmutatkozik, hogy az egyik Ábrahám ölelő karjai között van, másikat pedig elviselhetetlen hőség veszi körül, és itt egy cseppvízre szomjazik, amit Lázár tud, és tudott volna életében is biztosítani az ő számára, mert van valami, amit a nélkülöző ember jelenléte tud a mi erkölcsi állapotunkon javítani, és a világ elviselhetőségéhez hozzájárul az ő
jelenlétük, és velük teljes a világ. Ha nem tudunk választani arra, hogy a szegénység miért van, és miért tűri azt mondjuk az Isten, akkor a válaszunk az, hogy miért tűrik ezt az emberek, akiknek ott a kezében a látható eszköz arra, hogy enyítsenek ezen a dolgon, de Lázár jelenléte az, ami figyelmeztethetne bennünket, az a cseppvíz, amit ő tehetne az elveszett helyzetében lévő gazdagnak a nyelvére. És akkor Ábrahám azt mondja, hogy nem tudunk átmenni egymáshoz. Tehát az a szakadék, ami köztünk van, az nem volt a földi élet során. Akkor át lehetett volna. Most már nem lehet átmenni. Mire a válasz az, hogy akkor legalább a földön itt maradt fivérei közé hadd menjen vissza Lázár, mert ha valaki a halottak közül feltámad, az hitelesebben tud arról beszélni, hogy nem minden a gazdagság, és hogy az élet végtelenségében a földi élet rövid időszaka. Az alázatos kérésre, hogy hadd menjen vissza a gazdag felől nézve névtelen koldus, Isten felől nézve névvel bíró segélykiáltás nevű ember, hadd menjen vissza az önző földön lévők közé, hogy meghökkentse és megállítsa őket, teljesíthetetlen, és nem is lenne bölcs, hogyha csodákkal kellene visszarettenteni a bűnös gazdagokat életmódjuktól. Azt mondja Ábrahám igen bölcsen és tanúságosan, hogy van Mózesük és vannak prófétáik. Ha ő rájuk nem hallgatnak, akkor az sem fogja őket megállítani, ha valaki a halottak közül feltámad. És ez így van. Tehát nincs erő, ami azt az állati mohóságot, zabolátlanságot megállíthatná, amely elkapja gazdagokat, főként új gazdagokat, akik nem ismernek se Isten, se ember, törvényt gyártanak, ha kell, elviszik a nyomorgó család egyetlen párnáját, vagy egyetlen eszközét, amivel még életben lehetne maradni, akik egy marék paprikáért, vagy egy öl tűzifájért börtönbe juttatják az embereket. Ezeket semmi nem állítja meg, semmi csoda.